három pásztorok komikus jelenetével kezdődött a Bartina Néptánc Egyesület idei adventi műsora. Az előadásban mind a 8 csoport fellépett. Minden csoport az új koreográfiájával készült. A nagyobbak, az ifjúsági együttes, felnőtt együttes, akik ugye több koreográfiát is előadnak, őnekik vannak régebbi számaik is, és újak is. De mindenki a szeptemberben elkezdett táncanyagból készítette egy új műsort. Van, ahol a csoportvezetők csinálták ezt, és van, ahova vendégoktatókat sikerült hívnunk. Most már azért ebbe az évbe aktívabban tudtunk dolgozni, ugye, mint a vírus helyzet idején, és ilyenkor azért nagyon rövid az idő, mert nálunk is ugye nyári szünet van. Mi ugye nem tanévet számolunk, hanem teljes évet, de hát szeptemberben kezdünk el az új anyaggal foglalkozni, úgyhogy ilyenkor nagyon rövid az idő, mert szeptemberben még vannak szüretik, egyéb föllépések, most is már nagyon sok föllépésünk volt, a nyarat is végig dolgoztuk fesztiválokkal, tehát ez most nagyon húzós volt minden pedagógus és gyermek számára ez a néhány hónap. De úgy gondoljuk, hogy mindenki felkészült maximálisan, és kihozza magából a legjobbat. Ezek az új koreográfiák most ilyen állapotban vannak, ez mindig az adott helyzetet jelenti, tehát ezeken még mind lehet majd dolgozni, és mire a tavaszi versenyekre megyünk, ezek mind még jobbak lesznek. Ez ugye úgy történik, hogy minden csoport készül egyénileg az óráin, és magát a nagy műsornak van egy főpróbája. Ez mindig az előtte való nap, délután, amikor zenekarral, hangfénytechnikával tudunk próbálni, és akkor mindenki lepróbálja a koreográfiáját, és ugye mivel mindig van finálé, vagy van ez a keretszerkezet most, erre bent van az összes táncos egyszerre a színpadon, de mivel annyira jó pedagógus kollégáink vannak, ők is már ugye rutinosak, mindenki sok éve van itt, de szerencsére vannak újonnan lett fiatal kollégáink, akik táncosból lett oktató. Tehát itt már mindenki rutinosan úgy dolgozik, hogy ezt tegnap is egy fél óra alatt össze tudtuk tenni ezzel a 257 fővel. Ilyen szerencsére mindig nő a létszám, ugye mindig az előképző csoportokba érkeznek a legfiatalabb 5 éves gyermekek, és hát 257 fő jelenleg a létszámunk, és minden csoportnak azért így jó a létszáma. Persze mindig várunk szeretettel új táncosokat is. Eseményen Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt, a Bartina együttes megkerülhetetlen a Tolnai megyeszékhelyen, és hálás, hogy már 50 éve öregbítik a város hírnevét. Mert az igazi örökség nem a vitrinekbe orosodó, a rácsodálkozó látogatókat váró élettelen darab. Az igazi örökség él, mozdulatokban, dalomokban, hangsúlyokban van jelen, építi örökösét, teszi emberévé annak életét és minden dolgát a világban. És ami talán még ennél is fontosabb, építi azt a közösséget, ahová tartozik, ahol hasonló üzenetek örökösei találnak egymásra, mint utalan. Nagyon-nagyon fontos Szekszárd életében. Nagyon-nagyon örülünk, hogy a 2 éves kihagyások Covid után most ismételten teljes létszámmal tud ez a program megvalósulni. Ez az adventi ráhangolódás a lelki feltöltődésnek egy nagyon-nagyon üde szép színfoltja, mert gyakorlatilag itt 8 csoport, 260 diák fog, vagy táncos fog fellépni, és a másik része dolognak, hogy Szekszárd életében
a Bartina az egy óriási szerepet tölt be. Nagyon-nagyon fontos a hagyományőrzést, mert gyakorlatilag az anyagi javak azok elhalványulnak és megszűnnek, de amik itt tovább vannak véve, énekek, dalok, táncok generációról generációra, ez gyakorlatilag az igazi tőke, és gyakorlatilag itt láthatjuk azt, hogy egész fiatal kortól, kis csoporttól kezdve felnőtté válnak, és utána szülők, nagyszülők, dédszülőkké válva viszik tovább családon belül generációról generációra az itt tanultakat, és a hagyomány ápolásnak és a hagyományok életbe tartásának egy nagyon-nagyon fontos állomása és szerepe. A tótházas pár már több mint 10 éve van jelen a Bartina életében, szeptembertől pedig mint művészeti vezetők irányítják az együttes mindennapjait. Úgy vagyunk vele, hogy amit Matokné Kapási Julianna elkezdett, azt mi folytatjuk. Tehát ami jó, azt tovább kell vinni, de persze vannak új ötleteink, és ezeket majd igyekszünk megvalósítani. Jelen pillanatban igazából próbáljuk a helyzetet megoldani, hogy egyáltalán a rendszeresség a gyerekeknek, ami nagyon fontos, hogy a rendszerességet betartsuk az oktatásban, és vannak természetesen terveink. Terveink között szerepel például az, hogy egy olyan szekszárd városhoz kötődő táncjátékkal, előadás sorozattal, mesejátékokkal szeretnénk bemutatkozni, ami a városhoz kötődik. Mindenkit a Covid megviselt. A civil szervezeteket mindenféleképpen, tehát én országos szinten is tudok mondani több helyet, ahol szinte tönkre is tette a civil szervezetet a Covid, és erre még a mostani helyzet is sajnos rájött. De én azt gondolom, hogy a civil társadalomban van annyi erő, hogy meg energia, meg civil kurázsi úgymond, hogy ezeket a dolgokat is túl fogjuk tudni élni. Tóth Zoltán úgy tapasztalja, egyre többen érdeklődnek a hagyományápolás iránt. Az emberek rájöttek arra, hogy a tisztánlátásként, legalábbis én ezt így gondolom, ez a tapasztalatom, hogy az ember tisztába tudjon, tehát egy kicsit előre tudjon tekinteni, először vissza kell tekinteni a jövőre. És a jövőben, vagy a múltban megélt helyzetek és történésekből ki kell tudni szedni azt, ami építőköve lehet a jövőnek. Mi is ezt tesszük. És a hagyomány erre tökéletesen alkalmas.